A Szerencsi Gyárkerti óvodában működő Szorkos Kezek Szárnyaló Képzelet tehetségműhelyben a január 29-i foglalkozásra várták a programban résztvevő gyermekek szüleit is. A foglalkozás közös verseléssel és énekléssel kezdődött. Az óvodába rágyújtunk kedvig nótára, nótászóra vígan járjuk, a lábunkat nem sajnáljuk. A kicsik édesanyjukkal együtt újrahasznosított anyagokból, PET-palackból, színes kreppapírokból saját fantáziájuknak megfelelően készítették el a farsang egyik jelképét, a bohócot. A tehetségműhelyben készített alkotásoknak nagy az eszközigényük, ezért az óvónők úgy határoztak, hogy ismét pályáznak az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Nemzeti Tehetségprogram, a hazai és a határon túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása című projektre. Valójában 2011-ben kezdtünk, egy pályázat megnyerése után alakultunk meg. Hát a kezdetek azok kicsit nehezek voltak, ugye gyerekcipőbe jártunk, mi is tapogatóztunk, rengeteg szakirodalmat tanulmányoztunk a témával kapcsolatban, és hát folyamatosan igyekeztünk elkövetkezendő időben is élni a pályázati lehetőségekkel, ugyanis ennek a tevékenységnek, vagy ezeknek a foglalkozásoknak az lenne a lényege, hogy az intézmény 6 csoportjából kerülnek beválogatásra a gyerekek, és itt a mindennapi feladatokon, illetve tevékenységeken túlmenően foglalkozunk velük, tehát itt különlegesebb technikákat, eszközöket tudnak kipróbálni, ehhez viszont szükségünk van arra, hogy anyagi forrást tudjunk nyerni, erre jók ezek a nemzeti tehetséggondozó pályázatok. Jelenleg is egy ilyen pályázatnak a keretén belül dolgozunk, amit a tavalyi év folyamán nyertünk meg, 750 000 forint. Az óvónők minden évben úgy építik fel a tematikát, hogy a tradíciókhoz, jeles napokhoz kapcsolódjon a tevékenységük. A foglalkozásokon kívül kirándulásokat is szerveznek a kicsiknek. Így is igyekeztünk úgy beosztani a pénzforrásokat, hogy a gyermekeknek tudjunk olyan tevékenységet tervezni, ami élményt jelent számukra. Az ősz folyamán elmentünk Sárospatakra a kerámia üzembe, és az ott folyó tevékenység megelőzés egyben megalapozza egy itt a későbbiekben, a műhelyben betervezett foglalkozásunkat. Az elnyert összegből az óvoda pedagógusok olyan eszközöket vásároltak, amelyek segítik a gyerekek vizuális képességeinek és gondolkodás módjának a fejlődését. Rengeteg a gyerekek foglalkozásához szükséges eszköz, amit beszerzünk. Vannak benne tárgyi eszközök, amik nagy értékűek, például a kétfazekas korong, amit említettem. Szintén ebből a pályázatból vásároltunk, az már megérkezett, 2 embrosszín gép. A későbbiekben lesz szintén egy ilyen foglalkozás, ahol a gyerekek ennek a kipróbálását, vagy tehát ennek a használatát is kipróbálják. Ez egy speciális fólia kell, ami zsugorítja formára a nejlont. Aztán hangszórót vásároltunk, ugyanis sok alkalommal szükségünk van IKT eszköz alkalmazására. Diavetítőt vásároltunk időnként, ugye a kezdeti fázisban, amikor ráhangoljuk, motiváljuk a gyerekeket. Most jelen pillanatban ez egy kis ének volt. Előfordul, hogy mesélünk, diavetítés van. Tehát minden, ami cél szerint szükséges a foglalkozásokhoz. A tehetséggondozást fontos már óvodáskorban elkezdeni. Ezek a délutáni elfoglaltságok szárnyakat adnak képességeik kibontakoztatására, és a szülőket is partnerként kezelik. A gyerekeknek lehetőségük adódik arra, hogy a műhelyben kipróbálhassanak különböző technikákat, és csodás alkotásokat készíthessenek Karasznóra és Nagy Sándorné óvodapedagógusok vezetésével.